Most még csak páran foglaltak helyet a székeken, viszont annál nagyobb érdeklődéssel követték az előadást. Első alkalmát tartották ugyanis a most indult új sorozatnak, melynek célja mindennapi élet apró részeit tudatosabbá, egészségesebbé tenni. Most a vízről, a vízivel szükségességéről, egészségre gyakorolt hatásairól tudhattak meg többet az érdeklődők. Szeretnénk olyan témaköröket, olyan programokat előhozni, és arról beszélgetni el interaktívan, ami a mindennapi életben szükséges, felhasználható és segítséget ad az embereknek. A mai témánk éppen a vízzel kapcsolatos, tehát hogy milyen hatása van az egészségre a víz, miért szükséges inni, mennyi szükséges inni, illetve abban próbálunk segíteni, hogy hogyan hat a víz a fizikai, illetve a mentális állapotunkra. Az előadások bárki számára ingyenesen látogathatóak, melyet minden hónap harmadik kedjén tartanak meg 13 órai kezdettel. A hallgatóság az inkább a idejáró emberekből áll, de ez nyitott, tehát bárki jöhet a városból, mindenkit nagy-nagy szeretettel és szívesen várunk, hiszen itt az a lényege ennek, hogy sok információt adjunk, hogy az emberek ismerkedjenek, meg találkozzanak olyan területekkel, amelyek őnek is szükségesek arra, hogy megértse saját magát, vagy éppen segítsen unokának, gyereknek. A következő alkalommal, május 21-én az egészséges alvásról tudhatnak meg még többet azok, akik ellátogatnak a kalocsai sorsok házába. Nagyon sok embernek gondot okoz az, hogy folyamatosan tud egy éjszaka keresztül aludni, vagy hogyha egyszer felébred, akkor utána nehezen alszik el. Ez nagyon egyszerűen, nagyon érthetően megfogalmazva, de ugyanakkor segítő szándékkal van körítve.